kezdődik a sztárcsata. A jelenlegi magyar vívás egyik legnagyobb, és talán másik legnagyobb alakja, de hogy a jelenlegi magyar férfi kardvívás két kimagasló alakja lépett most pástra, az nem is vitatható. Szilágyi Áron és Szatmári András, két csodaklasszis, mit vársz az összecsapásuktól, Bacek? Egy izgalmas és egy nagyon rendkívül magas színvonalú döntőt várunk, ami valószínű, hogy ezt közelről is láthatjuk. Két klasszis vívó rendkívül jó fizikai és technikai tudással rendelkeznek. Ez bármilyen világeseménynek a döntője is lehetne. Reméljük lesz is, mondjuk a nyár közepén, Tokióban. Mivel egy-egy és egy kis videózás következik, ezért természetesen tovább provokálnak, tippelned kell. 1-2-X. Hát ezt nem biztos, hogy elfogadjuk ezt a tippelést, pedig én vállaltam volna, hogy a másikat tippelem, mint te. Ebből gondolom, hogy azért kiderül, hogy valóban megjósolhatatlanak ezeknek a Szatmári Szilágyi csörtéknek a végkimenetelei. Egyébként az ősszel két magyar kupán már találkoztak, egyszer egy elődöntőbe, egyszer egy döntőbe, és természetesen egyszer az egyikük, egyszer a másikuk nyert. Egyszer Áron, egyszer András bizonyult jobbnak. Korábban klubtársak voltak, Szatyi egy-két esztendővel ezelőtt a Vasasból a Mestre klubjához, Gárdos Gábor klubjához, az MTK-hoz igazolt, Szilágyi Áron pedig hát olyannyira ős vasasos, hogy most már egyben, természetesen csak társadalmi megbízásban is, de a vívó szakosztály elnöke is lett. Idén ősszel fogadta el ezt a megbízatást, közben azért van idő mindezt elmondani, ez egyébként nagyon gyors fegyvernemben, mert egy kisebb technikai hiba hátráltatja a videózást, és ezt próbálják most a lehető leggyorsabb idő alatt megoldani. Hát addig bőven lehet mindkettőjükről beszélni. Egészen érdekes, ugye, hogy azonos klubból, még azonos mesternél is kezdték, mert ugye nem csak Szilágyi Áron, akiről köztudomás, hogy Gerevis György, akkor fiatalon elhúnyt Gerevis György tanítványa volt, de ugyanez igaz Szatmári Andrásra is. Mégis egész más típusú vívókról, egész más típusú emberekről van szó. Amíg itt tart a technikai szünet, megint Bacekhoz fordulok, hogy ez tulajdonképpen normális szokványos, hogy ugyanaz a mester, ugyanaz az iskola, két fantasztikus vívó, mégis két egészen más stílus. Így volt ez nálatok is? Igen, hát például a udvarhelyi mesternek elég sok sikeres tanítványa volt a párbajtőrben és az MPK-ban, és azért azt láttuk azt, hogy amikor mondjuk egy időtájt volt nála a Kucsák Krisztián és a Kovács Iván, vagy más versenyző, mindenki más-más stílust képviselt, mindenki más-más támadás vagy védekezést preferált. Ezen a mester tud még csiszolni, ez inkább az emberben vagy ösztönösen, vagy szépen lassan ez kialakul. A mester tud hozzáadni egy rendkívül jó technikai tudást, és ezt mindenki úgy használja föl, és olyan stílusban, ahogy ő maga szereti csinálni, úgyhogy ez igazából nem meglepő. Az alapok azok adottak, de hát a vívásnak ez a szépség, hogy mindenki a saját ekóját, vívó stílusát hozzá tudja adni, és ebből tudjuk klasszissá válni. Valami ilyesmit akartam kérdezni, hogy még röviden, hogy akkor arra válaszol, hogy ilyenkor a mester alkalmazkodik, vagy ugyanazt tanítja mindegyik tanítványnak, vagy észreveszi, hogy melyik az a stílus, ami közelebb áll a tanítványának, ami jobban fekszik neki. Mi ilyenkor a mesterek reakciója? Ugyanazt tanítják, vagy esetleg változtatnak? Hát pont a Kulcsár Győző volt az, aki egy időben majdnem ugyanazt a simát ezt próbálta ráerőltetni majdnem mindenkire, de pont ebből megújulva utána látta azt, hogy valakinek mi az, ami gyengesége vagy az erőssége. Jelen esetben nekem a parton volt a gyengeségem, és ő azt nagyon durván erőltette, és gyakoroltuk nagyon sokat, és utána az erényeket még tovább csiszolva, úgy gondolom, egy jó edző tudja még
a gyengeségeket javítva, az erősségeket meg még jobban csiszolva tudja kialakítani a versenyzőnek a tudását és magasabb szintre emelni. Köszönjük szépen, és akkor kövessük az asszót. Megoldódott a technikai probléma. Ezek azok a sokat emlegetett, egészen minimális különbségek, amikkel most Áron megelőzte Andrist, és ezzel vezet 3-2-re. Valószínűleg ezt egy víváshoz nem értő ember nem is biztos, hogy látja. Azt viszont bizonyosan, hogy most egy tusos találattal egyenlít Szatmári, illetve egy lámpás találattal egyenlít Szatmári Andris. Hihetetlen a lábmunkája mindkét versenyzőnek. Egy fantasztikus tus volt. Ide-oda ment a próbálkozás, és a végén ugye látszik is most Szatmári Andris, hogy ez nagyon sokat kivesz fizikálisan egy ilyen tus mindkét vívóból. Főleg azért így az idény elején. Ez most egy gyorsabb találat volt, Áron egyenlít most 4-4. Még mindig lehet tippelni, bocekra nézek. Viszont most 5-4 lesz. És nyert. Szilágyi Áron egy kvartparád riposzttal 5-4-re módosította az eredményt. Fantasztikus tus volt. Itt jön az a minőségi vívás, amit ők be tudnak mutatni, a nyugodtan kiállíthatjuk, ez egy világszínvonalú döntő. Igen, el is fáradtak ismét ebbe a tusba. Ezt ugye a szezon végén, amikor legjobban kell bírni, akkor gond nélkül bírják, és biztos nagyon nehéz ezt kívülről látni, hogy ez mekkora fizikai igénybevétel. Kicsit elszoktak tőle, nyilván rég volt verseny, pláne ilyen színvonalú asszó, 15-ös asszó, 5-5. 6-5-re vezet Áron. Bocekot nem tudtuk tippelésre késztetni, hiába egy rendes, elfogulatlan sportigazgatóról van szó, nem teheti meg, hogy tippel. Szatmári Andris viszont egyenlít. Igen, rendkívül nehéz a versenyzőknek, hogy egy 8 hónapos verseny nélküli időszak, nemzetközi verseny nélküli időszak után felállni egy rendkívül magas színvonalú magyar bajnoki döntőre, és ez meg is látszott a magyar kupán, hogy az elején azért a Áronnal beszélgetve mondta, hogy az elején kicsit ilyen hadonászott, mindenki jobbra-balra kereste, hogy a versenyformát újra előtegye, és azért nehéz reprodukálni azt a versenyzést, ami egy világkupa sorozat alatt kijön. Ugye a srácok az ettől függetlenül, hogy nem volt verseny, becsülettel végigedzettek mind fizikálisan, mint vívásban az elmúlt hónapokat, úgyhogy most szépen a vívásban a versenyzés is lassan visszajön neki. 8-6 tehát a fél időben Áronnak, és igen, a feltételes reflexek ugyanakkor működnek, tehát amikor beindul a gépezet, akkor ilyen hosszú és ilyen nehéz tusokat is meg tudnak csinálni a vívók. Az egy más kérdés, hogy jobban igénybe veszi őket, mint máskor. Vívás, ugye utóbbi, lassan 75 évében nem fordult elő ilyen, hogy 8-9 hónapig semmiféle tétverseny nincs. Biztos, hogy egy nagyon nehéz tudat, nagyon nehéz érzés mindez mindenkinek, és hát őszintén bízunk abban, hogy minél hamarabb véget ér ez az időszak. Most viszont nézzük ennek a csillagok háborújának a második felvonását. 8-6-os Szilágyi előről indul. Együttes találat Szatmári András kikéri a videót, hát valóban egy egész kicsit előbb indult. Inkább nem foglalnék állást.
valami olyasmi érzésem van nekem ilyenkor, hogyha ezt is eldöntjük, akkor gyakorlatilag mindegyik együttest el lehetne dönteni. És nem dönti el az olasz bíró, együttesnek adja. Talán jól is van ez így. Most viszont egyértelmű Szilágyi Árontussal, 9-6-ra elhúz, most először van három találatnyi különbség a felek között. Ami nem behozhatatlan, de azért Szilágyi Áron ellen nem egy életbiztosítás. Most viszont Szatmári András támadott, ehhez vita sem fért, és 9-7-re szépít. Áron ismét egy nagyon szép tust adott. 10-7-re vezet. Mestere Decsi András, aki egyben a felnőtt válogatottnak a vezetőedzője, míg a másik oldalon Szatmári Andrásnak Gárdos Gábor, a női válogatott vezetőedzője, a mestere. És jelen pillanatban nem tudom, megbeszélték-e vagy sem, de egyik mester sincs ott a páston. Hát lehet, hogy megbeszélték, mint ahogy a fiúk is egymással, hiszen szobatársak, hogy most ezt megoldják ők így mesterek nélkül. Ugyanakkor ahhoz kétség sem férhet, hogy mindkét versenyző mindent megtesz a magyar bajnoki címért. Áron 11-8-ra vezet már. Még ott az esély Szatyinak, 11-9, egy szép parádriposzttal. Megint egy nagy tus lehet ebből, és lett is a pást egyik végéből a másikig. Kergette Szatmári András Áront, és a végén talált. András egy kicsit méltatlankodik már azért is, mert megnézi a videón, ellenőrzi a találatot, az olasz ő egyértelműnek érezte. Innen is úgy tűnt, mintha ezt ő adta volna, de lehet, hogy a videó mást mutat. Nem mutatott mást a videó se, Szatmári András 11-10-re följön. Erre az ítéletre pedig azért Áron emelte föl a sisakját. Itt aztán nem lehetett ezek szerint olyan döntést hozni, hogy valaki nem méltatlankodott volna egy kicsit. Ez kardban igen gyakran előfordul. Új, szép tus volt ez is, és 11-11. Most már az érzelmek is kezdenek előjönni. Ledolgozta András Áron tusos hátrányt. Ugyanakkor ebből semmiféle következtetésre vonjunk le. Minden lehet. Ez együttes. Most már nem kérdezem meg Bocektől, hogy ki nyer. Mégis mit gondolsz ki? Hát ez egy rendkívül nehéz kérdés, de úgy gondolom, hogy a kardvívás egyik nagy alapja fog rendkívül nagy csatában győzedelmeskedni, de hát ugye, ahogy mondtad, korábban azért a pártatlanság az abszolút kell, hogy egy sportigazgatónál részt legyen. És tényleg azt látva, hogy itt két fontos dolog van az, hogy nem is sérüljenek a versenyzők, és hogy olyan lelki erőt adjon a győztesnek, hogy ez későbbiekben is majd a nemzetközi szezonban sem elindulva, ez újabb győztes csatákra tudja motiválni. Hát igen, és elsősorban egymás mellett, hiszen a magyar karcsapat ismét jó eséllyel lehet olimpiai érmes legalábbis. Bízunk benne, hogy az is lesz majd. Most Áron adott egy ellenmondást nem tűrő találatot. Végig vitte a páston a támadását, és a végén kérdés sem férhetett ahhoz, hogy tussal fejezi azt be. 13-12, jöhet a végjáték. Együttes akció, egyik vívónak sem tetszik.
és végül Áron az, aki videót kér. Mert ilyenkor aztán ember legyen a talpán, aki ítéletet hoz. Ugye látszott a reakciókból, hogy András úgy gondolja, hogy ő adta, Áron azt, hogy ő adta. Ezért lesz együttes, mondja Vozek, és hát igen, ez a diplomatikus döntés. Itt senki sem lesz nagyon elégedetlen a döntéssel. Most viszont rögtön talált, hiába bosszankodik Andris, ugyan videót kér, de az én véleményem szerint ez egy tiszta találat volt. Ami azt jelenteni, hogy 14-12, és így is van, 14-12, Szilágyi Áron ismét felnőtt magyar bajnok lehet.